Bocsánat, hogy úgy lélegzek itt. Nem kapok levegőt konkrétan. Meg vagyok fázva. Bocsánat. Nézzük a következő témát. A következő témánk az az internetes randi, amihoz bekészítettem egy ilyen elképesztően érdekfeszítő és izgalmas videót egyébként, amiből nagyon jól ki lehet indulni így téma szinten. Úgyhogy én azt mondom, hogy először ezt lessük meg, és utána kitérünk arra, hogy miről is van szó pontosan. No, igen, a videónak nincs hangja egyébként, legalábbis levettem, mert csak egy copyrightos zene megy alatta. Szóval annyi a videónak a lényege, egy magyarázok hozzá, jeleszek a narráció, hogy ez a hölgyemény, ez csinált egy Tinder profilt magának, valamilyen társkereső profilt, és oda feltöltötte magáról a képeket, meg a satöbbit, viszont azt nem közölte le információként, hogy ő kerekesszékes. És úgy találkozik ezekkel a srácokkal. Mi ba ez? Mi ba? Nem szó. Nem is ebbe. Úgy megy el randizni, hogy ők ezt nem tudják róla. És igazából ennek a... Ez elég érdekes kérdéseket felvet ezzel kapcsolatban, hogy ti mit gondoltok erről, hogy ennek milyen... Ez szerintetek etikus-e a lány részéről, etikus-e a srácok részéről? Nem beszélsz el! Beszélsz össze! Hogy ők így otthagyják. Mert egyébként szerintem ez egy összetett téma, és erről nagyon sokat lehet beszélni. Te, Matrix, mit gondolsz ezzel kapcsolatban? Hát, ez tényleg egy rohadt nehéz téma. Tehát az, hogy így fogképtélnek egy ilyen lányt, vagy azt a teljesen nem, most pedig nemről beszélünk, az alapban egy iszonyat bunkóság. Tehát az lenne a minimum, hogy mit tudom, azért leülsz vele, megköszönöd, hogy találkoztak, és azt mondod, hogy bocs, de nekem nem tudom valamiért, ezt nem gyere be, és akkor tényleg szépen elmentek. De az, hogy így ilyen szó nélkül így fogképp megfordul, és ott hagyja, az a legnagyobb paraság, ami létezik a földön. Nem szó nélkül, azt mondom, úgy tesznek, mint a telefonálniuk kell. Hát akkor nem, és akkor nem jön az volt nekem. Ősz ebbe. Hát ugyanaz a parasság, ilyet, ugyanaz a vonal. Tehát azért, na, ez bunkoság. Most, hogyha valakiben van egy kis gerinc, vagy tényleg valamilyen fajta jó modor, akkor maximum az, hogy tényleg megmondja az illetőnek, hogy igen, köszönöm, találkoztunk valami, de nekem ez így nem, tehát én ezt nem akarok fölvállalni, vagy akármilyet. Az a baj, hogy ez ilyen szituációt kezel, iszonyatosan ezért. Megmondom őszintén, én sem tudom, hogy abban a pillanatban hogyan kezelném ezt egyáltalán, vagy hogyan reagálnék rá. Mondjuk nekem tök mindegy, hogy kerekes székes, most nem, de most az egy másik téma, érted? De ez nagyon nehéz. Persze. Igen. Igazából én személy szerint azt gondolom, hogy én, hogyha velem valaki ilyet csinálna, én biztosan végigülném a randit. Abban 100%-ig biztos vagyok. Már csak ilyen alapvető emberi gesztus is. Most az, hogy... Mi ebbe van? Picit egyszer állt. Picit. Ő nem közölte le velem azt, hogy neki úgymond fizikális disability az, hogy van már magyarul. Mert nem akarom fogyatékos.
rokkantságnak nevezni, mert az olyan sértően hangzik, de közben meg... Hát nem tudom, nem rokkantság. Hát... Rokkant. Nevezzük kerekes székesnek akkor így. Hiányos a rokkant? Hát magyarul rokkant, de... Rokkant. Ez igen, szóval... Valaki írja cseten, hogy beteg. Jutta, nem beteg. És csak felolvast. Vastam. Mozgáskorlátozott. Na, köszönöm. Azaz, köszönjük. Csak sikerül megtanulni magyarul beszélni. Szóval... én személy szerint nem gondolom azt, hogy neki ezt kötelessége magáról reklámozni a bármilyen felületen is, vagy ilyen társkereső oldalon kirakni, hogy amúgy figyelj, már kerekes székes vagyok, mert ez nem egy olyan dolog, ami őt úgymond bármilyen szinten kevesebbé teszi. Viszont én azt gondolom, hogy a saját érdekében érdemes megosztania ezt az információt, mert nyilvánvalóan egy... kapcsolat terén azért ez egy eléggé fontos info, úgymond. Tehát, hogyha valakivel te neked olyan motivációid vannak, hogy te össze szeretnél vele komolyabban jönni, akkor a saját érdekedben azzal úgy előnyre teszel szert igazából, hogyha ezt már előre tudja az illető, mert akkor nem jönnek meglepetések. Abszolút nem értek arra, hogy miért kéne neki? Hát, hogyha ha ő mozgássérült, és valakivel találkozik, akkor az ő személyébe szeret bele, vagy tetszik meg neki, mindegy, hogy mozgássérült volt, nem érted? Most neki miért kell neki előre bejelenteni azt, hogy most mit tudom, hiányzik két lábam, vagy mit tudom, négy kezem van, teljesen fölösleges. Hát, ha valakinek a személyét, személyére vagy kíváncsi, lényére, a teljes összképére, úgy, ahogy van kívül belül, akkor úgy fogod elfogadni, ahogy van. Neked ezt nem kell előre bejelentened, miért kellene? Tehát azért, hogy ezt szűrje. Sőt, ez egy pont egy tök jó dolog. Mert ilyen szempontból azonnal kiestek azok, akik csak a külsőségekre vagy másra mennek. Balázs, köszönöm szépen a támogatást. Én nem értek veled egyet ebben teljesen. Ez tök aranyos, ami... Igen. Majd... Úgy... Felszól. Amit most elmondtál meg, ez így tök szép, meg így egy ilyen ideális világban talán ez így még működik is, hogy hú, hát csak a személyiség, meg minden, de nem így működnek az emberek. Igenis, mindenki nézi a külsőségeket, és... Azért egy kicsit többről szól, mint hogy egy egyszerű külsőség. Tehát itt nem csak arról... Tehát egyrészt szerintem a külső is nagyon fontos. Főleg egy kapcsolatban. Az elején legalábbis mindenképpen fontos. Én hiszek abban a mondásban, hogy a külső megfog, a belső pedig megtart. És értelemszerűen nyilvánvalóan nem erre számít az adott illető. Aztán ott... Mint így... Bate? Bocsi? Nem. A fejem, de fejem nem. Egyszerűen úgy be... Jadi. Ez a Jadi. Utána meg kap egy ilyen kis pofonvágást, hogy hoppá, hát eszembe nem jutott volna. Ez szerintem könnyen elkerülhető azzal, hogyha előre megvan osztva veled ez az információ. Nyilván nem kötelezően elvárható tőle, viszont a saját érdekében szerintem ez egy jó dolog. Másrészt pedig, ugye mint mondtam, hogy írja itt valaki, egy külső megfog, a belső megtart. Nem ezt mondtam? Hogyha fordítva mondtam, akkor bocsi, hogy halott vagyok még mindig. Szóval én azt gondolom, hogy egy kapcsolatban az igenis egy fontosan, hát valamilyen szinten hátráltató tényező, de mindenképpen bonyolítja a dolgokat, hogyha az egyikőtöknek valamilyen mozgáskorlátozott problémái vannak. Szóval... Nem. Maci, ez nem. Bete? Nő, bete. Jó, fél. Mi?
Őszebbe! Nevete. Jó, oké, na, rendben. Oké, na, azzal egyetértek veled, hogy az lehet, hogy mondjuk egy... nem, na. Tehát lehet, hogy mondjuk előre rendíteni azt, hogy mondjuk, ha ő kiírná magára, hogy kerekesszékes. De nektek nem így kéne működni. Tehát, az lenne az optimális, nem is optimális hülye szórás, de a legtökéletesebb, hogyha nem kellene ő neki ezzel bármilyen szinten foglalkoznia, tudod. De mi az, de nincsen olyan, nem kell neki vele foglalkoznia. Nyilván kell neki vele foglalkoznia. Ez egy fontos tényező szerintem ilyen téren, hogy fölméred külsőleg, belsőleg a másik embert. Hogyha egyáltalán nem arra számítasz, mint amit kapsz, akkor az... Fotó! Ebbe! Más! Nem meddő! Nyilvánvalóan neked egy negatív szemlélettel fog kezdődni az egész. Kékes, attól miért kell egy alapfiltert már fölállítani a másokkal, vagy magával szembe érte? Tehát, de így is felállítja magára a filtert. Tehát így is fenn van rajta a filter, csak később derül ki. Tehát a kerekes szék az ugyanúgy rajta van, tehát amikor jó, találkoznak az emberrel. Találkozás, tehát az egy más dolog. Oké, találkozzanak személyesen, szépen elbeszélgetnek, és akkor kiderül, de akkor az egy ténylegesen egy élő interakció, ott ténylegesen filtrálni az, hogy kellene egymást, akkor nem most ez egy nagyon csúnya kifejezés, de értem. Ez igaz. De gondolok. De az, hogy ő előre már mit tudom bejelenti, mit tudom a Tinder vagy akármilyen weboldal, hogy igen, és nekem kerekesszéke van, akkor kb. 90%-a találtak, aki így is tart kiesik, tehát ezt így előre mondom. Jó, de én ezzel nem, azért nem gondolom, hogy ebben igazad van, mert... Hogy mondjam? Én értem, mit akarsz tehát mondani? Mit van? Lendő! Ez egy... Más lendő? Más... Mi szó? Mi szó te? Betelva... Nő föl! Ez. Nem értem. Na, mindjárt. Amikor... Tehát, hogyha ő ezt már alapból megosztja magáról, mint információt, akkor lehet, hogy kevesebben fogják jobbra húzni mondjuk Tinderen, de aki jobbra húzza, az tisztában van vele, és amikor találkozik vele, akkor nem éri meglepetés. És ezek ugyanazok az emberek fogják balra húzni, akik élőben is ugyanúgy elsétálnának mellette. De lehet, hogy ha előre tudja ugyanaz az ember, aki most így találkozott vele és meglepődött, akkor nem érzi magát úgymond átverve. Egyébként ez egy kicsit ilyen hamis érzés, hogy átverve. Tudjuk, hogy a fölött a gomb fölött van az egész mutatód, de szükségünk van a segítségedre. Van ám egy jobb gombunk, megy szóra. Éppen időben. Nem világos. Akkor... Átverve érzed magad, mert nyilván nem hazudott neked ezzel kapcsolatban, tehát ő nem osztott meg fake fotókat magáról, ahogy hegyet mászik, meg ilyenek. Csak... Mi van? Mit? Mi fotó? Nem lehet izé? Ez van? Nem érte. Saját magának hoz létre egy kellemesebb közeget azzal, hogyha már alapból olyan emberrel találkozik, aki ezzel tisztában van, mert nem alakul ki belőle ilyen kellemetlen szituáció. Az, hogy ez egy nagyon kompassz szűk ez a vonat, tényleg most itt írja az agresszor, hogy a csávoknak ugye nyíltan el kéne mondani, hogy emiatt nem szeretnének bele menni egy ilyen kapcsolatba, plusz még el sem mondta előtte, tehát még át is verte őket. Én szerintem ez nem ténylegesen átveréstől szó, nem tudom, tehát lehet, hogy csak mit tudom én, egy gátlás van ez mögött, vagy csak kíváncsi, hogy ténylegesen ő miatta, vagy az ő személye miatt menne tovább, mondjuk a kapcsolat. Ez elég nehéz. Az, hogy ezek olyan példák, érted, amik ilyen nagyon megosztóak. Viszont a csávok részéről meg tök butaságnak tartom ezt a hát akkor úgy teszek, mint a telefonálnék és elsétálok dolgot, mert amúgy attól, hogy kerekesszékes, az nem jelenti azt, hogy mondjuk mindig is az lesz, tehát hogy lehet, hogy csak éppen volt valami balesete és egy hónap múlva feláll belőle. Az van parasság, ez egy dobukkóság szerintem. Hát én is mondom, tehát én végigülni... Ez igaz. Én mosolyognék, stb., de amúgy, tehát most hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy én nem éreznék magamban egy minimális ilyen érzést, hogy át vagyok verve. Nyilván így objektíven nézve tisztában vagyok azzal, hogy úgymond nem ér igazából átverés. Mit beszél? Mit beszél össze?
Nem szól, mész? Mit te szól? De közben meg akaratlanul is az van az emberben ilyenkor, mert egyáltalán nem erre számít. Igen, már mondjuk én az átfelésre kicsit mondjuk az erőgelés szónak tartanám ezt, mert ez még igazából annyira szerintem nem az átverés kategóriában sem van, ennek vannak ennél sokkal durvábbak, ami ténylegesen átverés kategória, mind a két oldalról. Na pont egy olyan példát rakták ki egyébként, ami ilyen nagyon megosztott, ilyen, hát most nem azt mondom, hogy extrém eset, de nem a legelterjedtebb dolog mondjuk egy ilyen a mi oldalon. Nem a legelterjedtebb dolog, de ezt nem csak feltétlenül erre kell gondolni, ilyen kerekesszékes dologra, tehát amúgy van több ilyen is, ehhez hasonló téma. Na most például, amit ezzel így nem tudok összeegyeztetni, az mondjuk a transzi kérdés. Én ott azt gondolom, hogy ott viszont már nem választás kérdése. Ez mi össze? Hogy ez beszél? Hogy ezt megosztod-e magadról vagy sem, hanem ott köteles vagy magadról ezt megosztani, és a másiknak joga van ezt tudni. Abszolút. És ennek tudatában belemenni, vagy nem belemenni a dologba. Abszolút. Na, az egy olyan téma, ami igen. Tehát az ilyen must have. Abszolút. Akkor ebben egyetértünk, ennek ebbe örülök. Ebben teljesen. Most az mekkora pokol lenne, érted, hogy olyan lévő mellett veled egy tök gyönyörűen kinéző nő, hát a közben nem az. Később derül, hogy nem az. Tehát az fú, de ebben sem meg gondolni, hogy Jézus Máriam, az mekkora pokon az emberek a becsületének, meg az önéző. Fúj! Az érzésének, de tényleg Jézus. Vagy mit szóval ez a tehát, Jó, ti chat, mit gondoltak erről? Látom, hogy írjátok a dolgokat. Szerintetek ebben a szituációban Oda megy, azt szólok a szót. Jaj. Ebben a szituációban kinek van igaza? Most kérdez itt valaki, hogy a beszédhiba az például említendő dolog-e. De most igen, akkor igazából mindenki is szírszalra ki lehetne térni, hogy tehát én ezt így általánosan azt mondom az ilyen főleg nagyobb dolgokra, például arra, hogy mozgássérült vagy. Még a beszédhiba nem is feltétlenül egy ilyen dolog, de úgy olyan nagyobb dolgokról, ami tudod, hogy a másiknak fel fog tűnni, és úgymond zavarni fogja. Na jó, de hol döntöd, hogy inkább... melyik az, ami nagy, és melyik az, ami nem? Tehát hol az a határ, amire azt mondod, hogy meg kell jelenteni, és hol az, amit nem? Tehát ki dönti el? Kinek van jogos? Most a kedvenc kifejezésemet fogom használni, szerintem ez nem bináris. Tehát ez ilyen... Tehát van egy ilyen nagyon hosszú át. Ez már nem beszél, ez nem már ott van. Ez hülyes, Maci. Te beszél most. Mened, hogy ezt mindenkinek saját magának kell mérlegelnie magában, de én azt gondolom, hogy minél őszintébb vagy saját magaddal, meg úgymond mindennel magaddal kapcsolatban egy ilyen társkereső appon, meg úgy az online térben, meg egy ilyen ismerkedési fázisban, és minél kevesebb meglepetés fog érni a másikat, és minél inkább azt kapja, amit elképzelt belőle. Mi? Wow, fotó? Nem ebbe. Hogy? Mi? Nem ebbe. Wow, ebbe? Fotó? Egy szép tép. Ez nem... Yes, ez. Tőled, mielőtt találkoztatok, annál kevesebb az esély a pofára esésre. És lehet, hogy ez eredetileg is leszűkíti a kört, lehet, hogy sokkal kevesebb emberrel tudsz elkezdeni beszélgetni, viszont akikkel elkezdesz beszélgetni, azok mindennel tisztában vannak, és sokkal nagyobb eséllyel jön velük össze valami. Pont most így a Wolf-Free-Elem, bocsarosszul mondom, idézem, én most kezdtem el írogatni egy transzlányjal, megosztott a bióban, így el tudtam fogadni. Találkoztam előtte olyannal, aki nem. Őket akárhogy akartam, nem tudtam elfogadni, ebben mondjuk lehet valami. Tehát maga a tudat az, hogy előre nem is tudom, fölkészülsz, vagy ténylegesen maga az őszinteség, amit át tud adni, az már egy ilyen... Bete? Büzi? Ez más! Nem egy más! Ilyen pozitív blöket tud lenni, mondjuk ebben lehet valami.
Én is ugyanezt mondom, igen. Tehát, hogy most lehet, hogy ugyanezekkel a csávokkal, hogyha találkozott volna úgy a csaj, hogy előre tudják, hogy mi a szituáció, akkor nem lepődnek meg ezen, és teljesen máshogy állnak az egész történethez. Mm. Jó, de akkor most fordítsuk meg a dolgot, mi van a pasik részéről, mert ugye az, hogy a nők mit adnak meg, és mit tudom, az egy dolog, de a csávok aztán tudnak ám aztán úgy pispásolni meg mellé beszélni, hogy ilyen a csuvaj, tehát ott az meg egy külön történet. Ez igaz! Mi jubanzé? Mondjuk ez pont egy ilyen nem semleges kérdésnek gondolom, tehát hogy most ez teljesen mindegy, hogy aki kerekesszékben van, az a lány vagy a fiú, tehát ez most így totál mindkét oldalra vonatkozik, amiket én elmondtam, ez nem csak a lányokra. Nem kerekesszékre gondoltam, hogy állt az ember. Akkor mondd el még egyszer, hogy mi a kérdésed, mert nem teljesen... Most... All I'm gonna do is I'm gonna take the hip hop corp. De hozzá. Most hozzá, most már is tudom. Aranyhal memória. Menjünk tovább, ja. Menjünk tovább. Jól van. Pedig amúgy, tehát kicsit szomorú vagyok leváltani a témáról, mert nagyon érdekes dolgokat tűnnek az emberek esetben. Nem kell, mert leváltani, amúgy többször az elfeket mondatot gondoltam. Ja, aha. Jól van. A magasság, kérjek, hogy a magasság. Hát most testi megjelenés, beszédhiba, nem tudom. Tehát igazából én úgy vagyok vele, hogy ha találkozok valakivel, akkor én... Vá, szép nő. Nő, vá. Szép nő. Béti, vá. Ne a bajom be. Ez fáj, vá. Nem bimén. Ez... Bá, nem... Bába? Nem bá. Ennyi. Nem... Bizé... Zép, vissza nem túl. Én az összképet nézem. Tehát tényleg itt sokan írják, hogy külső-belső értékek megjelenés sokat számít természetesen. A nem tudom, az egésznek a lényeg, gondolkozásmódja megint sokat számít. Tehát hogy az ember miért szeret bele a másikba, az egy teljes összképébe. Tehát valamit meg kell, hogy fogjon. Most, hogyha van testi hibája, vagy bármilyen más hibája, igen, újat csak. Tehát ha van valami testi hibája, vagy ilyesmi, akkor ha megfogom maga lénye, az egész ember, akkor úgy fogod elfogadni és szeretni, ahogy van. Tehát én szerintem az nagyon rossz, hogyha már valaki úgy filterel, vagy úgy szűri a kapcsolatokat, hogy mit tudom én, szőke legyen, kék szemű, mit tudom én, 96-ban akárhányos melméretű. Tehát az ilyen nem tudom, filtereknek a felállítása már eleve rosszul indul. Oké, és viszont az online társkeresés ez így működik valamilyen szinten. Tehát ezt nem azt mondom, hogy ez jó, csak hogy így működik. Tehát a... Nem jó, ez van. Ez most így ez. Nem sírt, hanem kifújta az órát. Kifújtam az orromat, igen. Úgy működik az online társkeresés, hogy az emberek azok így nem mennek bele mélyebben lelki dolgokban. Nem foglalkoznak úgy jobban a másik érzéseivel, nem értékelik át azt a kérdést, hogy minden egyes emberből egy létezik, és hogyha őt elveszíted, akkor elveszítetted, vagy ha őt megismered, akkor kivételes embernek érezheted magadat egy bizonyos szinten, hiszen az egyetlen ember abból az emberből az a tiéd. Nem mennek bele az emberek ilyen szinten ebből a gondolkodásba, azt látják, hogy valakivel nem jön össze, ok, megnyitom a Tindert, és megint húzogatom jobbra az embereket, amíg nem lesz valaki, és igazából ilyen tárgyasan működik már abszolút ez az egész. Abszolút tárgyas. Online húspiac, itt élek több, és abszolút igazatok van, ez egy katalógus. Tehát megnézed, jön a csajnak a kép. Ez ügyes. Nem szép erotikus. Ez most ügyes. Nem mindig, ez most ide. Szőke, jó, nagy merül tetszik, behúzom. Vagy jön a csávósz, kékszemű szőke, behúzom. Tehát kb. Semmit nem tudsz róla. Abszolút azt írja, amit akar, azt mond, amit akar. Ha van, hogy fogga van is az emberek, hogy ki van mögötte, lehet, hogy mit tudom, hogy szakállas pasi, tehát az is lehet. És amikor kérdésen találkozom vele élőben, na, ott ugrik a majom a vízbe, és ott van az, hogy akkor elkezdtek beszélgetni, és megjelenesen menni a másikat. Az első az ilyen katalógusban. Ez pici bibi. Jó, nem szólt. Nő? Nem nő. Ezt tudás, bejössz?
böngészés tulajdonképpen. Ez az online randi oldal. És te mit gondolsz arról, amikor mondjuk egy lány kiírja, hogy 180 centinél magasabb, és így egy ilyen relációs életegyöde tesz, hogy, ezért, hogy csak olyan csávokkal hajlandó. Mondjuk ezt itt Tinderen kiírja profiljára, hogy ha nem vagy 180 centi, akkor ne is húzd jobbra. Hát akkor az megy egy nagyon show-t, hát most mit csinálják, akkor értem, hogy jót keresek, magasabb is, neki ilyen értékei vannak, esker, kutasson, ameddig jó, és azt lehet, hogy úgy fog meghalni, hogy soha életében nem szexel, most csak mondok valamit, érted? Tehát ilyenek mindig vannak és lesznek, és ezzel nem igazán tudsz csinálni. És akkor én vagyok itt ezzel a 178 centimmel, hogy plusz, én még beleférek, vagy én már nem. De nem tudom, hogy valamilyen szinten megértem ezt, hogy ő neki ez egy preferenciája, hogy ő neki az nem fér bele, csak nem tudom, az olyan fura. Tehát most igazából én azt vettem észre, hogy a lányoknál amúgy ezek az ilyen szám adatok, ezek általában fontosabbak szoktak lenni, mint a fiúknál. A fiúk profilján nem nagyon látok olyanokat, hogy minimum izé vagy... Ez így ez. Nő jobban. Maximum 160 centi alatt izé, vagy nem tudom ilyen. Általában, amit én ismertem, hogy eddig tudtam, de mert öreg izé boomer vagyok, aztán már megváltozott a világ, de általában azért a nőknek az egy alap, mely alap dolog volt, hogy egy alappreferencia férfi azért legyen egy kicsit magasabb nála, mint ő. Tehát az a méretkülönbség, tehát a férfias megjelenés, a magasság különbség azért az számított, nem mindenkinél, de általában. A pasiknál meg az egy teljesen más téma. Pasiknak mindenki jó, csak teljesen velük kedves, hogy tudjon kiözni. Tudod? De azért vannak ilyen alappreferenciák, de az, ami most az online randi oldalakon van, hogy ténylegesen egy ilyen listaszerűen ki tudja pakolni, most hogy mit vár el a másiktól, és ha már egy kapcsolat így indul, szerintem az már régen rossz. De az se jó, hogyha ezt állítod fel, hogy oké, legyen aranyos, tudjam főzni, meg minden, és így ez az elvárásod, mert akkor így, jó, mondjuk most mondanám, hogy elég sokan beesnek ebbe a kategóriába, de igazából annyira nem sokan mégse azért, de... Nem, de hát. Hogy... Egy ez, úgyi... Felem van... Szerintem jó az, hogyha van egy ilyen... Hát ilyen egyszerű. Jó az, hogyha van egy ilyen specifikusabb szűrő, úgymond saját magadnak. Nyilván nem így számadatokként kiírod, hogy hát, hogyha te ilyen vagy, akkor már biztos, hogy off. De hogy nyilván mindenkinek megvan a fejében az elképzelés, hogy ki az, akit így el tudna maga mellé képzelni. Azt viszont egy reális problémának látom, hogy ezek a társkereső oldalak, ezek így elég tolják, tudod, a fullosabbnál fullosabb nőket, ilyen, most úgy mondom a nőket, hogy nyilván a saját oldalamról beszélek, mert ugye csávóként így erről tudok, de ez a másik oldalra is vonatkozik, hogy a fullosabbnál fullosabb ellenkező nemű embereket elé teszi ez az oldal, és kicsit így eltorzul egyből az a mérce, amit felállítasz saját magadnak, és így kapásból egy sokkal szűkebb réteget találsz. Már egyáltalán méltónak arra, hogy szóba állj vele. És ezt amúgy egy reális problémának látom. Például hát az igen, ez a katalógus rendszerű túlkínálat, ez pontosan erről beszélünk. Tehát az nem, hogyha valakinek vannak preferenciái, mert mindenkinek van egy elképzelés, hogy körülbelül milyen társat keres magam elé, ez egy teljesen normális dolog. De ez a túlzott részletesség, ez a túlságosan, nem tudom, magas elvárás sokszor, ez annyira beteges, hogy az már Nem what you're getting into. This is not cops and robbers. What? Nem én voltam. Enemies everywhere. But you can't. Have you seen it? Blimey. Elmondani nem lehet. Nem lehet, hogy ilyen sok félre ment, vagy éppen meg sem született pár kapcsolat létezik. De ugyanezt csinálja például az Instagram és TikTok is, hogy azt nyomja, mint... Ez tudod így ez. Szép nő. Nem már szép nő van. Egyszer. Ez nem már szép nő van ott. Mindenki felé, hogy milyen gyönyörűnek kell lenned, meg hogy milyen tökéletes emberek vannak, az egyébként azok is szét vannak filterezve meg minden. És ugye neten látod a tökéletesebbnél tökéletesebb fotókat, aztán találkozol az emberrel, és izé. Hát és nem, úristen, hát nem így képzeltelek el. Ember. Hát nem véletlenül ennyi testvér képzelves ember. Pontosan ezek miatt. Mert azt csúlkolják beléd, hogy tökéletesnek kell lenned, és ez az elfogadott. És még ha az is vagy, még akkor is úgy nézel a tükörbe, hogy nem tudod magad elfogadni, főleg a nők részére mondom ezt. Hát, igen. Ez amúgy egy elég
elég erős probléma tud lenni. Nem hát tudom, hogy én online társkeresésben... oldalak, meg a társkeresés oldalaknak a miatt van elsődlegesen ez kialakulva. Tehát ez viszont ez nem akarok én ez a nagyon izé ember lenni, hogy ennek csak rossz oldala van, és hogy ez így csak rossz, mert amúgy azt viszont tökre adom ebben az online társkeresős témában, és hogyha jól tudja az ember ezt úgymond saját magára, tehát saját magadra nézve ezt jól tudod használni, és nem torzul el a nézőpontod ezzel kapcsolatban, hogy ilyen, fú, de nem tudok fogalmazni, bevettem a fogalmazásgátlót, tehát mit akarok mondani? Én azt egy jó dolognak tartom, azt egy pozitív dolognak tartom, hogy kitágul előtted a világ, és sokkal több emberrel meg tudsz ismerkedni, mint mondjuk, nem tudom, pár száz évvel ezelőtt a saját faludból jöttél össze valakivel, akivel lehet, hogy rokonok is voltatok, aztán ez így nem valami kényelmes szituáció. Most meg azért több embert meg tudsz ismerni, és lehet, hogy tovább keresel, meg így több az elvárásod, viszont lehet, hogy meg is találod azt az embert, aki az elvárásaidnak igen, megtalál. Csak ugye ez az a baj, hogy amit te ott látsz, annak a 90%-a nem valós. Tehát ez szétpiltelezett, egy teljesen moderált, egy úgy fogalmazott profilokról van szó, ami legjobb esetben se takarja a valóságot, és amikor szembesülsz vele a való életben, akkor van a döbbenes, tudod? És ez a baj. Tehát nem tehát egy olyan hamis érzetet ül. Ez most egy picit, hogy mondtam, hogy szélfelé, opa, nem, minden. Ez picit ez, nem voltunk. Ült beléd, ami nem valós, és ezzel nem tudsz mit kezdeni. És a végén már csak így automatikusan lapozgatod, vagy húzogatod balra az emberkéket, hogy na, majd egyszer valaki csak visszajön, hogy találkozok vele, és akkor valójában ténylegesen találkozol az életben, akkor mi a döbbenet, hogy úristen, teljesen más ember ül előttem, mint ahogy megismertem. Úgyhogy előttem is beszéltetek igazából sokszor. És ez a legnagyobb probléma. Ja. Úristen, ennek egy külön videó is, streamtől kezdve, végtelenség tudnék erről beszélni. Az, igen, igen. Én szerintem most azt mondom, lapozzunk a ChatGPT-re. Okay. Annyi, szia!